Ahogy beköszönt a tavasz, sokan izgatottan várják, hogy aktívabb életmódra váltsanak és élvezzék a szabadban történő mozgás örömeit. Azonban fontos tudatosítani, hogy a sportolás veszélyekkel jár, hiszen ha felelőtlenül vágunk bele, komoly sérüléseket is szenvedhetünk. Emiatt is fontos, hogy olyan szakértőt kérdezzünk a biztonságos sportolás feltételeiről, aki nap mint nap ebben a világban él, igen aktívan. Sidó Katalin sportoló a vendégem, akit szeretettel köszöntök. Szia! Újra köszönöm, hogy eljöttél, és hát ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehet biztonságosan sportolni. Szerinted mi a legfontosabb ebből a szempontból, hogyha valaki arra gondol, hogy ő, ha most el szeretné kezdeni, akkor fő a biztonság számára? Hát ez jó kérdés. Hát elsősorban miért kezd el ugye sportolni? Mindenkinek más a célja, amikor elkezd sportolni, van, aki le szeretne fogyni, van, aki izmosabb szeretne lenni, van, aki szálkásabb, van, aki ugye jobban szeretne kinézni, van, aki csak valamilyen társaságba, közösségbe szeretne tartozni. Ugye, tehát ezért mondom, hogy ennek függvényében is választanak igen sportot, de hogyha így ilyen dióhéjba kéne mondjam, a biztonság, hogy ne sérüljünk le, az a legfontosabb a beme, hogy mindig szálljunk arra időt, bármilyen sportot űzünk, hogy előtte bemelegítsünk, és hogy a végén nyújtsunk. Tehát a bemelegítés lehet statikus, dinamikus, és a végén, hogy nyújtsunk. Tehát, hogy most ezt ilyen nagyon dióhéjban mondtam, de hogy ez szerintem az egy... amilyen biztonságot. Igen. Tehát ha már arra rászálljuk magunkat, hogy rendben, akkor mozogjunk itt a tavasz, ugye ilyen durbelemódra, mert most inkább szerintem arról beszélünk, nem azokról, akik hát aktívan, mert ők akkor télen is sportolnak. Most itt arról van szó, hogy azért van egy szélesebb réteg, akik most kapnak kedvet hozzá tavasszal, hogy szép idő van, jó, akkor mehetek sportolni. Akkor mindenképp legyen energiájuk és erőfeszítés a bemelegítésben is, azt mondod. Hogyan érdemes egyáltalán sportot választani annak, aki mondjuk hát amatőr, ugye, amatőr szinten űzné azt, ahhoz, hogy hát így belekóstoljon apránként? Milyen sportágakat tudnál javasolni? Hát mindenki, gondolom, valami fele vonzódik, vagy ha van egy példaképe is, akkor az a példaképe azt a sportot üzi, vagy van egy barátnője, és az jár valahova, és elhívja, hogy gyere, próbáld ki. Én olyat még nem láttam, hogy hú, én elkezdek mondjuk szaladni, pedig borzalmasan utálok szaladni, de most szaladni. Ilyet nem láttál? Nem. Pedig van ilyen. Van. Igen, és az ember rájön, hogy ez a nagyon-nagyon akár unalmas, vagy valami, és mégis próbálod rávenni magad, mert tudod, hogy az jó, mert de az a szabadban történik. De miért nem keresel történik egy olyat, ami lehet, hogy tetszik neked, vagy na, amit szívesen csinálsz? Na, tehát én, ugye ez a szaladás a legegyszerűbb, ugye kell hozzá egy jó futócipő, és mehetsz. Ezt gondolják az emberek, hogy ugye milyen egyszerű, mert nem kell bérletet fizetni. Befektetés, igen. De közben ugye itt is fokozatosság, szépen fokozatosan építsük fel, először kevesebbet szaladjunk, aztán ugye hosszabb távok a megfelelő cipő, ugye nagyon-nagyon fontos, és mondom, ne egyből félmaratonra akarjunk készülni, hogy 6 hónap múlva mi már félmaratonra megyünk, mikor azelőtt ugye nem sportoltunk. Meg, hogyha szaladunk is, most mondjuk pont a szaladásról beszélünk, ez akkor jó is ki kell egészíteni egy másik féle edzéssel is. Tehát nem lehet mindig csak egy síkó edzéseket, tehát ha szaladunk, ugye egy héten kétszer, háromszor, akkor legyen egyik nap nyújtsunk többet, vagy menjünk egy kis erőedzésre, tehát hogy többféle izomcsoportot mozgassunk meg. Tehát meg kell erősíteni is azokat az izmokat, hogy jobban bírjuk a futást. Azért is mondtuk a futást egyébként példaként, mert szerintem nagyon sokan választják ezt. Rengeteg. Lehet, hogy eleinte unalmas vagy nem bírják olyan jól, de tényleg az ember, hogyha megfelelően érdeklődik, és ugye azért is kérdezünk téged, meg is lehet szeretni, és nagyon-nagyon valóban hasznos és élvezetes sportág tud lenni, vagy sportolási lehetőség. Például, aki ezt választja, milyen pályát választon? Itt rengeteg a beton. Hol lenne jó biztonságosan futni? Biztonságosan, hát a Somostetőn nagyon-nagyon, a Somostetőt nagyon ajánlom, és ugye ott is az erdőbe el lehet menni egy ideig, nem kell félni, mert nem jön se a medve, semmi, tehát úgy azért egy-másfél kilométert az erdőbe és a Cinege tető fele el lehet menni, tehát mindenképpen azt mondom, hogy ha már fölmegy az ember a Somostetőre, akkor menjen be az erdőbe, menjen ki a természetbe. Nem a futópályát javaslod inkább?
Hát a futópályát is, de ha már fent vagy, és ott van a természet, akkor menjél be az erdőbe. Tehát élvezd is azt, igen, hogy futsz és igen, sportolsz. Főleg most tavasszal gyönyörű, gyönyörű. Madárcsicsergés, virágok, tehát engem mindig feltölt, engem a természet mindig feltölt energiával. Hogyha a felszereléseket vesszük, akkor mi az, amire mindenképp áldozni kell? Azért felsoroltál párat, de ezek közül mi a legfontosabb, ami a biztonságunkat szolgálja a futás szempontjából? A cipő, nagyon fontos. Nagyon fontos, és azért 800 000 kilométerenként a cipőt cseréljük ki, és terepre terepcipőt, aszfaltra aszfaltcipőt lehet, ugye... És mivel ugye ha rossz a cipő, főleg a betonon és az aszfalton való szaladásnál, hogyha nem megfelelő a cipő, akkor ugye jön a tértfájás, a csípő fájdalom, tehát, és hogy nagyon, az nagyon fontos. Hogyha rendszeressé tesszük, akkor mindenképp érdemes áldozni a cipőre. De ha nem is rendszeresen, ha csak egyszer szaladunk, akkor is. Akkor is. Akkor is, igen. Ez itt, a legfontosabb. Itt az ára tükrözi egyébként azt, hogy mennyire jó a cipő, igen, vagy külön, igen, érdeklődni kell azért. Igen, az ára tükrözi. A minőséget, igen. Hogyan lehet megelőzni most, hogyha már felmelegedés, a kiszáradást, a túlmelegedést, azért ennek is megvannak a veszélyei, tényleg, hogyha lefutottunk akár 6 kilométert. Van egy ilyen tévhit, hogyha én hidegbe vagy hidegbe szaladok, akkor nem kell hidratáljak, de akkor is kell hidratáljak, nem kell azért 35 fokos meleg legyen. Mindenképpen szaladás előtt, a sportolás előtt is azért 2 deci folyadékot ugye ajánlatos inni. Most mondjuk szaladásnál azért óránként 1/2 litert meg kell inni, de nem vizet, hanem valamilyen elektrolit, só tartalmú, mert a vizet azt kiizadjuk. És amikor izadunk, akkor ugye a só ásványi anyag távozik a szervezetből, ezt kell pótolni. Ha csak vizet iszunk... Ezt otthon készítjük el, vagy lehet kapni? Ezt lehet kapni, mármint nem a folyadékot, hanem a port vagy tablettát, értem, és betesszük a vízünkbe, és azt isszük. És hogyha terembe edzünk, akkor is, tehát ugye 10 percenként megállunk és iszunk, tehát a hidratáltság az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni az intenzív edzések és a megfelelő pihenés között? Mert ugye ez is azért fontos lehet. Akár már csak ott a futásnál, hogyha ennél maradunk, hogyha 10 kilométert lefutunk, azt úgy egybe? Le kell futni? Mit javasolsz? Én nem így értelmezem ezt, hanem az én jelmondatom az, hogy mindig a héten 6 napot edzünk, 7. nap pihenőnap kell legyen. Tehát mindig kell legyen egy pihenőnap. Nekem a hétfő a pihenőnapom, azon kívül ugye minden nap valamit edzek. És akkor semmit? És akkor semmit. És általában aznap, amikor pihenőnapom van, akkor 24 órás fasztinget tartok. Tehát máskor nem tudok ilyet, mert ugye kell bevinni szénhidrátot, fehérjét. Ezért, és az edzéseket valahogy úgy kell, hogy egyik nap mondjuk, ha egy intervált szaladok magas pulzus számon, akkor másnap szaladok egy lazát, vagy másnap lehet elmegyek úszni, tehát hogy kombináljuk erős-gyenge, és mindenképpen legyen egy pihenő nap. Visszatérve arra, hogy 10 kilométert, ez megint is... nagyon, attól függ, hogy kinek milyen edzettségi szintje van. Te mikor szoktál megállni sétálni, mondjuk hány kilométer után is futsz tovább, vagy te úgy, hát, hogy szoktad ezt beosztani? Én amikor elmegyek szadni, akkor ha nem ilyen intervál van, hogy ilyen 100-as, 200-asokat kell szadni, akkor én egybe szaladok le egy hosszú távot, tehát egyszer bemelegítek, akkor az elején lassan szaladok, akkor utána megcsinálom a 10 kilométeremet, mondjuk megállok, nyújtok, megyek haza. De ezért mondom, hogy edzettségi szintű... Kezdőként mondjuk, hogy csináltad, vagy hogy javasolnád? Az a fontos, hogy alacsony pulzus számmal szaladjon. Tehát ugye az izmok ne a szénhidrátot égessék, hanem a zsírt, ugye, mert az izmok a szénhidráttal működnek, tehát hogyha én most magas pulzus számon elkezdek rohanni, ugye, most lehet, hogy a kezdőnek magas lesz a pulzus száma nagyon lassan is, tehát hogy kicsi sebességgel is. Tehát azt érdemes azért tényleg egy órát is venni, mivel a pulzus számot mérik, hogy a pulzus szám vagy az alacsony, vagy a telefonon, hogy ugye az aerob zónába menjen, amikor még zsírt éget, és amikor látja, hogy megy fel a pulzus száma, lelassít, sét, belesétál, akkor megint fokozatosan kell növelni, nem tudom, mindenki érzi azt, hogyha lehet 500 métert tudok szaladni, 200-at sétálok. Mikor következő alkalommal elmegyek, 700-at szaladok, tehát mindig egy de ez jó, növelem, hogy mondod, mert úgy kell figyelni a saját testünk jelzéseire, ez a lényeg, hogy nem kell másoknak a... nagyon-nagyon jelez, nagyon-nagyon jelez, és nagyon sokan nem veszik figyelembe, hogy a testük jelez, hogy kicsit vissza kell venni.
Úgyhogy legyünk óvatosak. Beszélek. Ha sportolunk is, akkor legyünk óvatosak, mindenképp figyeljünk erre, sportolni kell. Úgyhogy most itt a tavasz, hajrá, ne csak tavasszal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.